a legújabb Robux videóban, amiben most el is indult a játék! De miért indult el a játék, hogyha még egyszerűen csak beléptem, még csak elindítottam a játékot, tehát időm sem volt még beköszönni se, meg semmi se. Na, ebben a mai videóban ki fogunk jutni a suliból. Bizony, ti is biztos már nagyon várjátok, hogy véget érjen a suli. Ennek egy sütik vannak a fején? Hát végülis nem hibáztatom, de hát na, van ez így. Na, hát milyen jó kis egyenruhám van, és milyen jól mutat rajta amúgy az Epic Zsédavos minta, ami most már neonos, nem sokára ti is beszerezhetitek, Robloxon belül meg már beszerezhetitek. Na jó, hát kezdjük el. Be kell kapcsolni a tűzjelzőt, de a bástya még mindig itt magyaráz. Keravair! Amúgy ez... wow! Hát ez nem egy olyan nagyon nagy eresztés English óra, nem lehet menni English órára, hát ez igazán szomorú. De milyen jól van megcsinálva. Ott mutatja a bástya, hogy erre kell menni. Hát ez azért nem ugyanolyan. Mi volt ez? Ja, a kislány. Megijedtem. Szóval ez nem olyasmi obi, mint az előzőek voltak. Ez egy kicsit más... Ja, hogy ja, értem. Jó, a lényeg az, hogy a szellőző az egy veszélyes hely. Aha. Ó, nézd, itt lehet másik irányba menni. Hát ez fel se tűnt. Aha, itt kell esni. Nagyon jó. Miért kell így beszélni, hát komolyan mondom már. Na mindegy, hát ezek nagyon szépek. Ez van a suli alatt. Óriás koponya. Egy troll lenne a pincében. Sutty. Hát azért ezek az obik most már annyira jól mennek, hogy így teljes lelki nyugalommal vágom őket le. Hát esek 500 kilométert. Kit érdekel? Engem érdekeljen? Hát nem érdekel, tudjátok mit? Nem érdekel, hogy mekkorát esek, Jézusom. Is van ezért egy szép rész. Hát ezek ilyen nagyon átlagos obis ugrásoknak tűnnek nekem. Nem olyan pocak megfekvős ugrások. Uíj, puty, ez vagyunk folyén volt. Ebből még egyet szeretnék. Még egyet. Na. Hello. Na azért mondom, azt hittem nem dob föl, de mindegy, meg lett. Ó, te most nem viccel, hogy itt a csatornába kell végig menni. Ennyi, azt hittem, hogy kicsit kreatívabb lesz. Olyan jó obi pályákat találtam mostanság. Ez például itt... ez mi akar itt lenni? Úristen, de ezt úgy oldotta meg, hogy nem jön ki belőle a cucc, csak egy ilyen sima elem megjelenik. Ó, Istenem, nézzek itt összeglitchelt textúrák. Jó, hát nem ez lesz életem legjobb obi pályája, azt már szinte most látom. Pedig amúgy 5000-en játszanak vele. 5000-en. És kezdődik. Most nem kezdődik, hanem bejöttünk a gym classba. Adagadék! Adagadék, hogy megszólalt. Ezek a szövegek. Oké. Jó van most már. Jó van. Jó, végig kell menni. Ó. Na akkor várjál, kicsit jobban kiebb lépünk. Hát ez eddig nem volt túl nehéz. És neki nem megy? És hogyha ide leesek, meghalok? Meg. Jó, oké. Legközelebb nem. Mondjuk hülyeség lett volna, hogyha nem halok meg ettől. Szóval, hogy akkor lett volna igazán hülyeség, hogyha ettől nem halok meg. Ó, a jó kis tornaterem. Szinte érzem a szagát a tornaterminek, ami volt. Szinte itt van, az orromat facsarja. Ez a jó kis ilyen tornatermi gumiszag, vagy nem is tudom, minek hívjam. Jó, hát ezt most nem mondja, hogy ezen ennyi végigugrálni. Azt hittem, itt valami bonyolultság lesz, de hát nincs. Úgy látszik, ez egy nagyon easy obi. Vagy hogy mondjam nektek. Tehát, hogy ez túlzottan is easy már. Én ennél nehezebbeket szoktam meg. De miért van ilyen hangja, hogy oké, teljesítem, csak engedj, légy szíves, teljesítem neked. Grrrr. Oké. Aha. Végig kell rajtuk menni? Oh my god! Na, végre valami! Hát ez tetszik! És mi lesz itt? Alejandro González, mit csinálsz? Végig mentem, ennyi volt, végig mentem! Nem, azt hittem, hogy ez valami különlegesség lesz. Úristen, ez a pálya dizájn, tehát legalább egy falat húzott volna, vagy ne, nem tudom. Ezek annyira amatőr dolgok, hogy őszinte legyek. Olyan védtelenül amatőr dolgok, hogy így csinálta meg. Ez meg meghal, ez ilyen ugrásban, itt is egy angol terem. Szóval, hogy ezek ilyen full egyszerű
dolgok lennének szerintem megoldásügyileg. Tehát pályadizájn, egy kicsit figyelj már oda rá, na. Amúgy beszélek úgy, mint hogyha annyi Roblox pályát csináltam volna, az közben igazából egyet se csináltam. Azt hittem, hogy ez nehéz lesz. De tényleg ez valakinek amúgy ez nehéz? Írjátok már meg kommentben, hogy nektek ez megfekszi a pocakját? Valakinek ez? Szóda? Aha. Ne! Kémia! Feltörnek a régi rossz emlékek! Ne, csak kémiát ne! Hogy ez milyen? Itt mindenki ilyen rohadt ideges ebben az iskolában? Összemixeli. Aha. Végig megy a cucc. Platy, platy. Aha. Platy, platy. Nagyon jó. És bement. És megnyílik egy portál. Hát ennyi. Két vegyszert összekever. És kész a portál. Hát mit kell ezen itt tovább bonyolítani a dolgokat? Akkor menjünk. Candyland. Elmentünk a Candylandbe. Na hát. Ez öcsém váratlanul ért. Hogy az őszintét megmondjam, de ezek az ugrások, de komolyan. Jó, remek. Gumimaci, gumimaci, gumimaci. Gumimaci, gumimaci. Gumimaci, gumimaci, gumimaci. Hopp, hopp. Jaj, itt meg, ugye, csak... Szerintem ez lesz a jó. Aha, oké. Okay. Szerintem ez nem. Aj, ne! Jó, újra, kérem szépen. Kérem szépen, azért nem olyan nehéz ez. Harmadikra eltaláltam. Harmadikra összejött. Harmadikra meglett. Ez nem tudom milyen cukor, valószínűleg ilyen Mentos, vagy nem is tudom, M&M's. Az M&M's az nem így néz ki, na mindegy. És ennyi volt a Candyland? Hát ez nem volt egy nagy szint. 3 másodperc volt megcsinálni. Hú, de ideges! Gondoltam, hogy így fog beszélni. Nem tetszik neki, ez határozottan nem nyerte el a tetszését. Imádom, hogy itt amúgy a régi ruhámban vagyok, mert hogy az eredetiben. De hogy ki vagyok pattintva, te figyeld már a karomat. Na, hát ezt megcsináltuk. Oké, fel a szellőzőbe, aha, erre. Lenézünk, nem, akkor a másik irány, aha, az lesz a jó. Az lesz a jó. Hú de horkol, hú de nagyon horkol. De jó kedve van. Meg lett a kárd. Pium, pium. Azt hittem, hogy ezt le kell olvasni valahol, de nem. Jó, a lényeg az, hogy ezt itt megszereztük. Ja, hogy még akkor vissza kell menni. Ja, hogy vissza kell menni, és megint el kell szökni. Hogy ez lesz itt a szisztémája, hogy megint elszökünk. Hát ez egy jó suli. Biztató az ilyen iskola. És itt mi? Itt nincs. Azért mondom, más hittem, hogy... De miért akarnak a tanárok ilyen gonoszan engem arra kényszeríteni, hogy tanuljak? Ha én hülye akarok maradni, akkor bárki meglássa, hogy hülye maradok. Ó, itt már mennek a kocsik. Mondjuk nem tudom, hogy járatnám a gyerekemet ilyen iskolába. Ilyenbe, amikben konkrétan lávával töltik föl a játszóteret. Közvetlen az utca mellett. Ez így jó kosárlabda meccseket lehet játszani egy ilyen teremben. Mindegy. Gyönyörű, poligonos víz. Elképesztő. Ez mi? Ez mi volt? Ez az, hogy belementem a vízbe? Vagy ez mi volt ez a hangeffekt? Mindegy. Erre betegem! Érted? Imádom ezeket, hogy semmilyen logika mentén, tehát a méretek se számítanak. Ez itt a technikaterem, gondolom. Ez itt a technikaterem akar lenni, de ez... De miért van láva az iskolába? Miért lenne láva? Érted? Annyira Roblox, hogy el nem tudom mondani. Jaj, magamra nyitottam az ajtót. Te visszajöttél, haver? Itt van. Ez a terem. Ez volt az. Oké, megleltem. Újha. Ez jó lesz. Itt most fél évszázad lesz, mire végigmegyek. De és amúgy azzal sem variál, hogyha ilyen helyeken kell végigmenni, hogy valami más legyen a... Hogy mondjam, tehát a stílusa. Mindig ez a szisztéma. Tehát, hogy mindig ugyanígy csinálja meg, checkpoint. Úristen, itt jön a lézer. Hopp. Jó, hát azt hittem, hogy nehezebb lesz, de nem. Gumicskacsás cucc. Oké. Okay. Na, túszkálunk, jó? Ezt inkább FPS-ből játszom, hogy tök jól néz ki, de így azért élvezhetetlen. Szerintem legyen az, hogy FPS. Föl.
Bárcsak lett volna a mi torna termünkben is, vagy mi az mi iskolánkban is egy ilyen uszoda. Most már kimászhatsz. Gyönyörű, ez egy panorámás, örök panorámás kilátás, várjál, erre kell menni. Mondjuk ez a víz, ez egész szép. Elég rideg ez a medencés rész itt. Ez most mi? Ezen most elcsúszok? Jó, hát... Néha amúgy ilyen abszurd, hogy mi? Most nem értem. Oké. Gondoltam, hogy... Hoppá, a férfi WC-be. Ja, hogy ez megöl. Ú, azok a glitchel textúrák, de rondák ott hátul. De amúgy ilyenre figyelhetnek, csak egy picivel, ennyivel kéne lejjebb tolni. Tényleg egy pöppet kéne csak lejjebb tolni a dolgot. Ú, de jó ez. Ú, de jó ez így. Ú, de nagyon jó. Ú, de tetszik nekem, hogy kitalálta, hogy ezt így akarja megcsinálni. Ú, de jó volt. Na mindegy, megoldottuk. Ventilátor van, a másiknál meg nem. És itt most el kell döntenem, hogy merre megyek. Menjünk arra, mert ez egy zsákutca. Valószínűsítem. És akkor lehet, hogy a másik is zsákutca lesz. Ki tudhassa? Mindjárt megnézzük. És nem! Erre kellett jönni. Legalábbis nagyon remélem. Aha, itt a checkpoint királyság. Ezek nem tudom, hogy ezek itt ártalmasak nekem ezek a csövek? Vagy egyszerűen csak... Na mindegy, hát nem értem hozzájuk, az a biztos, hogy akkor nem kell megállni. Ez is remek. Amúgy itt is legalább a checkpointokat így eltüntethetném, vagy átalakíthatnám, vagy valami. Szép! Nem tudom, melyik gyerek húgy az, amitől ilyen szép zöldé válik a víz a csatornában, de hát látod, van ilyen ezek szerint. Felmászunk. Na mi fog következni? Congratulations! Hú, de megtolta ezt a congratulations. Ennyi volt? Ennyi volt a pálya? Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre a mai videóra, hogyha tetszett nektek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok föl, és lesétek meg a leírást, és ott szerezhetőek be a képregényeim, vagy hogy a képregényem, a könyveimmel egyetemben, tovább az Epic Zsidós cuccokat is ott tudjátok beszerezni magatoknak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!